A 12. feladatsor első példájában ennek a függvénynek a parciális deriváltjait kell kiszámolni ebben a pontban. Ugye előadáson gyakorlatilag láttuk, hogy a parciális deriváltakat, ugye ez a parciális f, parciális x helyett, ezzel az f vesző x, illetve hogy az y szerint ez az f vesző y jelölést használjuk rá, és hogy megbeszéltük tulajdonképpen, mint egy paraméteres deriválást végeznénk csak, tehát hogyha x szerint deriválunk, akkor a másik változót paraméternek tekintem, és így igazából ennek a parciális deriváltaknak a meghatározása, ez nem sok újdonságot jelent számunkra. Nézzük, itt van a függvényünk, menjünk sorba, persze szét lehet szedni a plusz-minuszoknál, számszorzót ki lehet emelni, hogy mehetünk sorba x köbnek x szerint, természetesen 3x négyzet, plusz itt van 3x négyzet szer y, na most x szerint deriválunk, tehát akkor ilyen szempontból az y-t is paraméternek tekintem, tehát akkor ez biztos 3y-szor, az x négyzetnek a deriváltja az 2x. Hát természetesen későbbre is olyan gyorsabban haladunk ezeknek a felírásával, de most így mentjük lépésenként. Nézzük, x szerint kell deriválnom, tehát akkor ez azt jelenti, hogy ugye ezt paraméternek tekintem az y-t, ebbe a kifejezésben nincs x, akkor annak a deriváltja nulla, akár csak a konstans 2-nek. Tehát megvan a függvénynek az x szerint vett parciális deriváltja. Hasonlóan fogom megoldani az y szerint vett parciális deriváltat, csak most ebben az esetben, hogy az y a változó, és az x tekintve úgy, hogy paraméter. Azaz, ha megyünk sorba, ugye ebben a tagban nincsen y, tehát akkor csak az x, ennek akkor az y szerint vett deriváltja nulla. Itt van ez a másik, 3x szer y, ez egy szorzat, persze az egyik szorzó tényezőben ott van az y, de a 3x nézet az paraméter, tehát akkor ugye az 3x négyzet szer az y-nak a deriváltja, ami 1. Következő, mínusz y négyzetnek, ugye ez nagyon egyszerű, y szerint kell deriválni, tehát akkor ez itt mínusz 2y, és a kettő konstansnak megint csak 0 lesz. Azaz, megvannak a parciális derivált függvények, még szebben alakban, hogyha fölírom, az ugye 6xy, és ez hát ugye 3x négyzet mínusz 2y. Miért értem így föl? Mert ezeket a parciális deriváltakat ki kell számolni ugye ebben a pontban, tehát akkor az u vesző x az 1 mínusz 2 pontban, nem más, mint értelemszerűen ugye az x betű helyére ebből a kifejezésben az x betű helyére be kell írnom ugye az 1-et, az itt az x betű helyére, az y helyére pedig a mínusz 2-t kell írnunk a kifejezésbe. Tehát akkor ez lesz 3-szor 1 a négyzeten, meg 6-szor 1-szer mínusz 2. Így van? És akkor ez 3 mínusz 12, azaz 9. Jó? Hát később persze itt is ezt gyorsabban fogjuk elvégezni fejben ezeket a behelyettesítéseket, hogy megkapjuk, hogy akkor ebben a pontban ennek a új függvénynek az x szerinti parciális deriváltja az 9. Nézzük, az y szerint vett parciális deriváltat az ugye 1 mínusz 2 pontban. Tehát akkor ide 3x négyzet, ez 3, 1 a négyzeten, mínusz 2-szer, mínusz 2, tehát ugye az plusz 4, tehát 3 meg 4, azaz 7. És akkor készen is vagyunk az első feladattal.